Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, úszövetségi igénket, a 103. Zsoltárból olvasom a 17. és a 18. verset. De az Úr szeretete mindörökké az Isten van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét. Újszövetségi igénket a zsidókhoz írt levélből olvasom a 13. fejezet 8. versét. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Azt, hogy mit jelent az a szó, hogy mindörökké, véleményem szerint nagyon nehéz megértenünk, hogyha egyáltalán lehetséges, mert az egész életünket térbeli és időbeli korlátok között, közötti tapasztalásban éljük, nagyon kevés érintkezési pontunk van az örökkel, vagy a, vagy a, végtelennel. A Zsoltáros szinte megmosolyogtató módon két nemzedéknyi idővel hangsúlyozza az Úrnak az Istenfélők mellett álló örök szeretetét, még az unokáikról sem feledkezik meg, írja Zsoltáros. És talán elég is ez az egyetlen találkozásunk az örökkel és a végtelennel, az a találkozás, amelyet ma az Ószövetség igénk az Úr szereteteként, az új szövetségi igény pedig Jézus Krisztusként ír le, és ami valójában egy és ugyanaz. Az Úr szeretete Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus az Úr szeretete. Hitvallási mélységű, örök igazság ez, amely utat nyit számunkra is a korlátok közül való kilépésre, hogy egyúttal az öröklét szabadságába hívja minket. A mindörökké szava, így vált Jézus Krisztusban testetöltött töltött valósággá, amikor belépett a világunkba és az életünkbe, és nekünk ajándékozta az örök élet reménységét a múlandóság ellenében. Urunk, Te ott álltál a nagyszüleink mellett szereteteddel, ahogy a minket is szövetségedbe fogadsz, és reméljük unokáinkat sem taszítod el magadtól. Bűneinkkel sokszor vétettünk a veled való szövetség ellen, de hála tölti el szívünket, hogy örök szereteted nagyobb a hűtlenségünknél. Őriz meg minket az örök élet reménységében, hogy életünk minden napját dicsőséges ragyogásában tudjuk tölteni. Amen.